Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták, napról napra, hétről hétre igyekszünk ebben a műsorban emberi sorsokat, érdekes embereket, vagy éppen érdekes életpályákat bemutatni önöknek. Ma is így teszünk, és középpontba kerül majd a katonai életpálya. Stúdiónk vendége Venekei Márk őrmester, valamint Takács Balázs őrmester. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük. Amikor készültem erre a beszélgetésre, több érdekes információt is kaptam rólatok. Egyrészt, hogy Márk fegyvermester altiszt vagy. Na most ez mit akar, ez az elnevezés? Pontosabban ez fegyverműszerész. A fegyvermester az teljesen magasabb szintvonalat képvisel, viszont én fegyverműszerész rajtparancsnok helyettesként dolgozok a honvédségnél. Nekem ez a hivatásom. Mi nagyon gyakran a feladatkörünk azt foglalja magába, hogy fegyvereket javítunk, fegyvereket bevizsgálunk, és hát ahogy van, akkor letilthatunk bizonyos fegyvereket, sőt, akár még lőszereket is letilthatunk, ha úgy látjuk, hogy azok hibásak. Akkor gyakorlatilag mindenféle ilyen szakértői kérdéskör hozzátartozik, ami a fegyverekkel kapcsolatos, csak hogy így az átlag emberek nyelvére lefordítsa. Az én hatáskörömet érinti a kézi fegyverek leginkább, a lövegek is részben, a rakéták viszont már nem az én hatásköröm. Te pedig híradó altisztként nagyon sok szakmai továbbképzést, vagy szakmai felkészítést tartasz. Igen. Igazából a mi hatáskörünkbe tartoznak a missziós felkészítések, különböző szakmai felkészítések, illetve a gyakorlatoknak a kiszolgálása a híradó szempontból, tehát, hogy gyakorlatilag tényleg annyit takar az egész, hogy a táboron belül, illetve a különböző vezetési pontok között egy ilyen híradó kapcsolatot, rádiós kapcsolatot kialakítani. Ez ugye mindig ilyen tév hit szokott lenni az emberek fejében, hogy a híradó az nem egyenlő a híradóssal, igen, ugye? Igen. Tehát az S betű sokat számít. Igen. Amikor annak idején pályaválasztás előtt álltatok, nem volt az olyan rég, hiszen 20 évesek vagytok, akkor miért éppen a honvédség mellett tettétek le a voksokat? Volt-e valami családi kötődés, vagy személyes indítatás? Miért lettél katona? Hát én részemről nem tudtam, mivel kezdjek magammal érettségi után, és a testvérem pont akkor vonult be a honvédséghez. Ő említette, hogy van egy fegyverműszerész szakirány az Altiszti Akadémián, és nekem tetszett az ötlet, hogy én akkor fegyverműszerész leszek. És ez indított el egyedül ezen a pályán. Vannak rokonaim a honvédségnél, vannak, akik már leszereltek, vannak, akik még mindig szolgálnak a honvédségnél. Viszont ők nem igazán befolyásoltak engem így a pályafutásomon. Igazán egyedül ez az egy befolyásolandó tényező volt, hogy a testvérem is csatlakozott ide, és ő mondta, hogy irány, akkor hajrá, hurrá előre. És a te esetedben? Nekem is hasonló az indítatásom, mint Márknak, tehát én is ott álltam a nagybetűs élet előtt, úgymond, és nem tudtam, hogy most akkor merre, hogyan tovább. Édesapám katona volt, de most már nyugdíjba ment, és akkor neki így az indítatására, illetve neki az ajánlására választottam én is. Illetve ugyanúgy, ahogy a Márk mondta, nekem pedig az informatika tetszett meg. Tehát vannak különböző szakirányok az akadémián, és akkor én is láttam, hogy van olyan, hogy katonai informatikus, és mivel egész életemben úgymond az informatika érdekelt, azzal foglalkoztam, úgy gondoltam, hogy ezt megpróbálom. Gondolom, hogy az, hogy folyamatosan ugye fejlődésben vagyunk, technikai fejlődésben, technológiák fejlődésében, ez a ti szakterületetekre is kihat. Tehát, hogy azért itt napi szintű frissítésre, a tudás rendszeres karbantartására van szükség mind a két esetben, ugye? Mondhatni igen, viszont nálunk ez a frissítés, ez a munkakörünkben leírtak szerint való tevékenykedésbe kimerül jelen helyzetben. Viszont igen, nekünk is szükséges frissíteni néha ezt a tudást, bár nem tudom, hogy a Balázs esetében nála ez mit jelent, mert én nem értek a híradó dolgokhoz. Én az ilyen ezek az elektronikus, meg híradás technikai dolgokhoz
fogalmam sincs. Nem, és... te fegyvermester vagy. Igen. Én a mechanikus működéseket jobban szeretem, azokat jobban átlátom, mint egy elektronikus működést. Balázs, a te esetedben akkor mit jelent ez a folyamatos frissítés? Most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mindenki hallja ezt a nagy haderőfejlesztés, és ugye ez a híradó anyagokra, illetve a híradó szakmára is elég erőteljesen vonatkozik, tehát jönnek az újabb rádiók, jönnek az újabb technikák. Nem azt mondom, hogy teljesen nulláról kell most itt mindent újra megtanulni, de azért komoly-komoly fejlesztések vannak, ugyanúgy nekünk is sokszor újat kell tanulni. Tehát volt egyszer egy megszokott technika, most egy kicsit még inkább fel kell frissíteni a tudásunkat, illetve fel kell újítani a tudásunkat ezekhez az új technikákhoz is. De akkor ez jó, mert mindig van kihívás, nem? Így van, igen. Aztán volt egy ilyen közös pont mind a kettőtök életében, ami közös pont volt, de ugyanakkor mégiscsak külön pont, hiszen az USA-ban voltatok mind a ketten altisztképzésen. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy kinek milyen élményei vannak. Itt a beszélgetés előtt East Side, West Side elhangzott, tehát külön voltatok. Igen. Én jelen esetben a West Side-ot képviseltem, Balázs meg az East Side-ot. Hát én a tengerész gyalogosoknál voltam, a altiszti őrmesteri tanfolyamon, csak amerikaiakkal voltam körülvéve, én nagyon élveztem is. Eleinte kicsikét visszakoztam, mert hát persze az emberben van egy ilyen természetes izgulás és vélelem, hogy húha, most mi lesz, mert egyedül kimegyek, ugye elhagyom az országot, repülőre szállok, és hogy odaértem, én abban a első egy-két órában fogalmam sem volt, hogy mit csináljak, mert nem úgy álltak, mint a filmekben, hogy hey, Hungarian, hív, vagy valami. Nem volt kis tábla, meg nem, semmi? Nem, semmi, semmilyen kis tábla, ember se várt, és nekem ott a reptéren ki kellett okoskodnom egyáltalán, hogy hova kell menni. Beletelt egy-két órába, mert hatalmas volt. Viszont a tanfolyam nagyon hasznos volt, abból a szempontból, hogy ugye az angol nyelvkészségem is fejlődött nagyon sokat, illetve új dolgokat tanultam meg az emberek irányításával kapcsolatban. Ugye altisztek vagyunk, nekünk kötelezettségünk embereket irányítani, felügyelni a munkájukat, figyelni azt, hogy nekik mi a szükségük, mi kell nekik ahhoz, hogy a munkát végre tudják hajtani, és ebben segített ez a tanfolyam. Továbbá Kalifornia azért mégiscsak Kalifornia, jó idő van, tenger, napsütés, kiváló ételek. Nagyon tényleg, hogyha csak így a kaland és a civil részét nézzük, az is szuper volt. És maga a kiképzés már, ami elmondható azzal kapcsolatban, az milyen volt, milyen kihívásokkal szembesültél, vagy hogy képzeljük ezt el? Hát igazat megvalva, egy katona, hát nagyon sok különbség nincsen. Annyi a szempont, hogy ők ugye többen vannak, többféle ember is van. A kiképzésük, náluk is ugyanúgy jelen vannak az akadálypályák, a különböző fegyelmi, és hát nem is, igen, voltak alaki foglalkozások, és ott is ugye tesztelték a fegyelmünket, de nekem is meg kellett tanulnom az ő alakiukat. Ennyi különbség van, hogy az alakink az különbözi, kicsikét a harcászatunk is különbözi, de irtózatosan nagy különbséget nem véltem felfedezni így a kettő sereg között. Melyik be az, ami mondjuk akár a magyar szempontból egy kicsit bonyolultabb, vagy melyik az, ami az amerikai szempontból mondjuk neked a kiképzés során azt mondod, hogy ott azt arra nagyobb hangsúlyt fektetnek? Őszinte leszek, nekem egyedül, hogyha most a bonyolultságot nézzük, az alaki volt, az ő alakjuk volt a bonyolultabb. Így magyar oldalról nem tudom, nem mondanék így semmilyen, nem jut eszembe semmilyen, ami így bonyolultabb. De hogy az ilyen alapvető különbség volt. Igen, ott teljesen más volt az alaki, az számomra bonyolultabb volt, viszont minden más úgy nem tűnt nekem bonyolultnak. Hamar belerázódtam. Igen, hamar sikerült belerázódni ebbe az egészbe. Nem volt vele gondom egyáltalán. És te hol voltál, és mit lehet tudni a te megérkezésedről, meg erről a nagy kalandról? Én Észak-Karolinában voltam, 4 hónapot pontosan. Egy hónap volt, ezek ugye az én esetemben 2 tanfolyam volt. Én is az első tanfolyam az gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a Márknak, csak ugye más-más helyen. Ez is egy ilyen
őrmesteri tanfolyam volt, egy altiszti tanfolyam, illetve a második az egy 3 hónapos, csúnyán lefordítva, ilyen kiképzői, harcászati kiképzői tanfolyam volt. Az őrmesteri tanfolyam, amin a Márk is volt, az inkább az emberek irányítására ment rá, hogy hogyan legyen tényleg egy altiszt, hogyan legyünk kiváló altisztek gyakorlatilag, hogy hogyan irányítsuk az embereket, hogy milyen feladatunk van nekünk az emberekkel kapcsolatban. Gyakorlatilag ennyi. Illetve a másik tanfolyamon pedig arra készítettek fel minket, illetve inkább őket, hogy hogyan legyenek jó kiképzők. Tehát ott már olyan emberek voltak tényleg, akik megjártak Afganisztánt, Irakot, akár többször is, és belőlük akartak egy kiképzőt faragni, hogy az oda beérkező újoncok, új emberek tényleg úgy nézzenek rájuk, hogy na ők aztán az igazi katonák, és ehhez nekik fel is kellett nőniük, hogy vezessenek, hogy kiváló kiképzők legyenek, mind fizikailag, mind pedig elméletben mindent tudjanak. Tehát amellett, hogy fizikálisan egy rettentő, megterhelő kiképzés volt, amellett elméletben is nagyon ott kellett lenni. Tehát mind a két tanfolyam azért fejben, főleg úgy, hogy nekünk ráadásul nem is az anyanyelvünkön történt ez az oktatás, fejben nagyon ott kellett lenni mind a két tanfolyamon. Mi volt még emellett, ami mondjuk kihívást jelentett neked? Nekem például még a fizikai állóképesség, tehát ott a második tanfolyamon rettentő sok testnevelés óra volt, tehát ezt úgy kellett elképzelni, hogy reggel 4 órakor nagyjából fel kellett kelnünk, mert olyan 4:30 körül már kezdődtek a testnevelés foglalkozások, Észak-Karolinában nyáron, de szerintem Kaliforniában még durvább. Tehát ott nem foglalkoztak ilyenekkel. Iszonyatosan nagy a páratartalom, tehát már reggel 4-5 óra fele egyszerűen kibírhatatlan a páratartalom, és ezért korán fel kellett kelnünk, hogy egy ilyen jó 2-3 órás testnevelés foglalkozást elkezdünk, és akkor nagyjából 5 órától 8-9-ig tartott a testnevelés foglalkozás, utána adtak egy kis időt egy kis regenerálódásra, fürdésre, stb., aztán 1-2 óra múlva pedig kezdődött az elméleti oktatás. Tehát nekem az okozott inkább problémát, hogy ez a mindennapi 2-3 óra testnevelés, ami ténylegesen rettentő megterelő testnevelés volt. Egyébként a társaság az így befogadó volt, könnyen barátságot vagy kapcsolatot alakítottatok ki ott az ottani osztálytársak, lehet ezt így nevezni? Hát, lehet így nevezni egyébben. Az én esetemben eleinte azt hitték, hogy én csak megviccelem őket, közülük való vagyok, mert az első vasárnapi éjszaka, hétfőn kezdődött a tanfolyam, vasárnap lementem hozzá a dohányzóba, és megkérdeztem, hogy mit tudnak a következő napról, hogyan lehet. Azt kérdezték, hogy miért nem kaptál semmilyen lapot? Mondom, nem kaptam semmilyen lapot, és így elkezdtünk beszélgetni, mondtam nekik, hogy Magyarországról jöttem, stb. És nem akarták el, mondták, hogy jó van, tudjuk, hogy környékbeli vagy ne szívassál, de amikor másnap meglátták, hogy megjelenek ebbe az egyenruhába, akkor már elkezdtek gondolkodni, és de nagyon befogadóak voltak, segítették a munkámat, nyilván voltak ott is olyanok, akik nem jó szemmel nézték, hogy egy külföldi ott van közöttük, de ez szerintem mindenhol jelen van ez a, hát sajnos ez a szituáció, de tényleg nagyon befogadóak voltak, segítőkészek, szabadidőnkben is vittek erre-arra, bemutatták az országnak egy kis töredékét persze. Egy szép töredékét. Hát, gyönyörű töredékét, igen. Nálad? Az én esetemben is hasonló volt, igen. Tehát rettentően segítőkészek voltak már az első pillanattól kezdve. Akár a nyelvi akadályokban, akár minden más akadályban segítettek. Tehát én is ugyanígy érkeztem, egy pár napra a tanfolyam előtt érkeztem, és gyakorlatilag az első naptól kezdve úgy tekintettek rám, mint hogyha a társuk lennénk. Ugye beosztottak minket különböző szakaszokba, rajokba, és az én kis
úgymond rajom, az egyből körülölelt, hogy úgy mondjam. Tehát hogy mind, ők is vittek mindenhova, segítettek, akár a házi feladatban, mert még ilyenek is voltak. Akkor jól mondtam, hogy osztály. Igen. Tehát tényleg egyszerűen mindenben rettentő segítőkészek voltak. Mi az, amit ebből már mondjuk úgy látjátok, hogy a hazét tértetek után tudtatok is hasznosítani? Mennyire ívódott be úgymond ez a tudás, amit ott elsajátítottatok? Tudtátok ezt már itthon kamatoztatni? Az emberek irányításával kapcsolatban személy szerint én tudtam már kamatoztatni. Ugye nem csak katonáink vannak, hanem vannak honvédelmi alkalmazottaink, bocsánat, most már. Változik minden. Igen, folyamatosan. Honvédelmi alkalmazottaink ugye vannak, és velük tudtam ezt a tudást úgymond gyakorolni. Meg tényleg én úgy gondolom, hogy ez hasznos volt, növelte a képességeimet az emberek irányításában. Ennyi, ez ennyi. Igen, az emberekkel való foglalkozás egy kicsit átfordul az ember fejében ilyenkor, tehát én is csak ezt tudom mondani, illetve talán még amit mondtam, hogy az én esetemben egy kicsit a fizikális állapotnak is megváltozott úgymond a véleményem, tehát eddig úgy gondoltam, hogy jó fizikális állapotban vagyok, mindaddig, ameddig ki nem mentem, és láttam, hogy az ottani srácok tényleg mennyire toppon vannak. Szóval én a saját részemről ezt tudtam hasznosítani, illetve próbálom ezt a többieknek is így mondani, súlykolni, hogy oké, hogy itt valaki nagyon jó fizikálisan, de hogyha mondjuk nemzetközi környezetbe kapcsoljuk át ezt az egészet, akkor viszont nagyon-nagyon komoly vetélytársaink vannak. Tehát az amerikai srácok között én úgymond majdhogynem az utolsók között voltam, ha lehet ilyet mondani, de szépen lassan felküzdöttem magam azért én is. Aztán visszajöttetek itt a megszokott menetrendbe, és hát folytatjátok nyilván a munkát. Te ugye rendszeresen Afganisztánba rövid távú kiutazásokon veszel részt. Ez hát mit akar? A rendszeres eddig két alkalmat lehet magával. Kettő már rendszer. Kinek mi? Voltak olyan esetek, hogy ki kellett nekünk menni, és az ottani fegyvereket bevizsgálni, megjavítani, mert hát ugye a fegyver is... Ti olyas... javítjátok a fegyvert is? Igen. A fegyver is olyan, mint egy autó, ugyanúgy van olyan, úgymond, vizsgálja, mint a műszaki vizsgálja. Mint a műszaki vizsgálja az autóra. Bizonyos időközönként ezt végre kell hajtani. Ilyenkor különböző időmszerekkel, mérőeszközökkel körbemérítsük a fegyvereket, megállapítjuk, hogy használható-e, vagy nem használható-e maga a fegyver, de mi munkakörünk ezennyibe kimerült ott kint Afganisztánba. Kimentünk, megnéztük a fegyvereket, karban tartottuk őket, javítottuk őket, és jöttünk haza. Szóval, és utána itthon is megnéztétek a fegyvereket, javítottátok. Nekünk a munkakörünk, a munkaköri leülásunk ez tölteni magába. Fegyverek javítása, bevizsgálása, technikai kiszolgálások végrehajtása, ezek a technikai kiszolgálások, amikről beszéltem a 4-es számú, az a 18 havonta végrehajtandó részünkről, ez az, amit mondtam, hogy olyas, mint a műszaki vizsga az autóknál. Ezt is ugyanúgy megvan, hogy bizonyos időközönként végre kell hajtani. És megvannak azok a paraméterek, amik alapján meg tudod határozni, hogy akkor igen, ez most egy... Vannak szabályzatok, azok alapján kell eljárnunk nekünk is. És mennyi a, nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, a kihordási ideje egy fegyvernek, biztos van ilyen is. Ez a karbantartottságtól függ. Hogyha rendesen karban van tartva, akkor egy életet végig lehet vele vinni. Végtelenség plusz egy év. Persze, igen. Valahogy így is lehet fogalmazni. És neked hogy telnek a mindennapjait? Te EUFOR misszióknak a felkészítésével is foglalkozol? Igen. Több missziónak így a híradó felkészítésével foglalkozunk, többen is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy jönnek ide azok az emberek, akik majd fél év múlva, három hónap múlva, pár hónap múlva kiutaznak, és ők nem minden esetben rendelkeznek híradó képesítéssel, vagy híradó ismeretekkel,
de mégis híradó beosztásba fognak majd a misszióban ügyködni. És akkor őket kell úgymond egy kicsit képbe helyezni, de vannak olyanok, akik már tényleg nagyon, nagyon jól tudják, már az x-edik missziójuk lesz. Sajnos nekik is át kell ezen esni, de ez sokszor nem is árt, mert mindig tanul az ember, vagy éppen vagy én, vagy a másik kolléga valami újdonságot tud neki mondani. Tehát ezek akár ilyen egy-két hetes felkészítések, ilyesmire lehet gondolni. És missziós szolgálaton voltál már? Nem, én ezen kívül még nem. Az amerikai kiutazáson kívül még nem. Mik a tervek a jövőre nézve? Mindenki a saját szakterületén mit tervez? Hát én tervezek a szakterületen maradni, előre jutni a rendfokozati létrán, képezni magam. Én most nyelvvizsgákra szeretnék felkészülni, illetve egy másodlagos szakmát elsajátítani. És te? Én majd tervezek mostanában egy pár missziót, illetve én is a nyelv területén szeretnék még fejlődni, szeretném az angolt egy kicsit erősebben megtanulni, ha már volt egy ilyen lehetőségem, akkor de ez mondjuk alapozásnak jó volt, nem? Persze, tökéletesen jó volt. Illetve akár más nyelvet is, például a németet, franciát, amit hasznosítani is tudok akár a NATO-ban is, illetve a missziók alkalmával. Van valami kifejezett rész, vagy igazándiból az a cél, hogy missziós szolgálat legyen, és nincs ilyen kifejezett, ha fogalmazhatok így, szív, álom, hogy hova szeretnél mindenképpen eljutni? Nincs igazán így pontosan belőve, hogy most hova szeretnék pontosan. Nem. Mondjuk egy ilyen missziós tapasztalat megint csak olyan tudást ad, igen. Meg olyan tapasztalatot, amit aztán szintén itthon is tudtok kamatoztatni, nem? Igen. Például a mi szempontunkból, hogyha missziós felkészítések vannak, akkor nem árt, hogyha az ember tudja, hogy az adott misszióban milyen eszközök vannak kint, mit használnak, hogyan használnak. Tehát ez akár az én szempontomból egy hatalmas előrelépés is szakmailag, hiszen úgy fog oktatni a missziós felkészítéseket, hogy akkor tudom pontosan, hogy akkor ebbe a misszióba ez van, ezt kell csinálni, a te beosztásodban ez lesz. Tehát ez egy nagyon jó tapasztalat lenne a szakmám szempontjából. Mert akkor ezek szerint mondjuk a különböző missziónál más eszköz is lehet, amit használnak. Igen. Ez igaz akár a fegyverre is, vagy ott egyféle fegyver van, és nincs különbség misszió és misszió között? Nem tudom. Nem mondanám azt, hogy nincs különbség, mert mindenhol van bizonyos fokig különbség. Vannak olyan missziók bizonyára, ahol még nem használják mondjuk az amerikai fegyvereket, de vannak olyan missziók, ahol viszont használják. Most gondolok arra, hogy a szolnokiak, ők használnak amerikai fegyvereket Afganisztánba, viszont így a tataiak, meg a székesfehérváriak, akik mondjuk EUFOR-ba mennek ki, ők nem használnak. Szóval ott is vannak különbségek fegyver között. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, hogyha most valaki esetleg pályaválasztás előtt áll, és éppen nézi ezt a beszélgetést, akár a televízióban, vagy akár a Médiacentrum YouTube csatornáján, akkor mit tudnátok neki mondani, hogy miért érdemes ma a katonának állni? Mit tudnátok javasolni? Kalandvágy. Hogyha tombol valakiben a kalandvágy, és szeretné kipróbálni magát ezen a téren az életnek, akkor neki ajánlom, hogyha érez egy kis affinitást ahhoz, hogy ő részt legyen egy ilyen, hát hogy is mondjam, cég, család, kinek mi igazándiból, annak bőven ajánlom ezt a helyet. Balázs? Igen. Hát nagyon változatosság, tehát nincs fixem, hogy most ezzel, hogy most egy évig ugyanazt kell csinálni. Tehát van olyan, hogy egy hétig ezt csinálom, utána egy hét múlva megint más csinálok. Tehát kicsit nehezebben fásul bele az ember, ha lehet ilyet mondani, mint mondjuk egy átlagos munkába szerintem. Én legalábbis így gondolom. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel, természetesen holnap is várjuk Önöket itt a televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!